elvégzik ezeket a munkákat, és kiszolgáltatottak a fővállalkozónak, aki legtöbb esetben csak valamilyen projektcég, aki a munkákat, nincs is rá kapacitása, és eleve úgy jött létre, hogy ő csak elnyerje a pályázatot, aztán majd bevon különböző alvállalkozókat, akik végrehajtják a feladatot. Na most ezek a cégek családmódon szándékosan úgy adnak be rengetegszer ajánlatot, ez látszódott Budapesten és különböző lakópark építésnél, ami sok esetben számunkra nem meglepő módon izraeli érdekeltségű volt, hogy belekalkulálták azt, hogy ők nem is fogják kifizetni az alvállalkozókat. Azért is nyújtottak be egy olyan ajánlatot, ami irreálisan alacsony volt. Ilyen szempontból persze nem haszontalan az a rendelkezés, hogy az irreális ajánlat az olyan feltétel, amit külön rá kell kérdezzen az ajánlat tevőnél az ajánlatkérő, és meg kell vizsgálni. Persze kérdés, hogy ezt be fogják-e tartani. De ez a legnagyobb problémája az egész kérdésnek, ami miatt kialakult a körbetartozások rendszere. Ehhez képest nagyon üdvözlendő a harmadik bekezdés, amiben azt írja, hogy majd külön kormányrendelet fogja meghatározni, hogy az ajánlatkérő által közvetlen kifizetésben is részesülhetnek majd ezek az alvállalkozások. Tehát nagyon kíváncsiak vagyunk erre a kormányrendeletre, és reméljük, hogy ez tényleg jogilag a kellő garanciákkal úgy lesz körülbástyázva, hogy ne az alvállalkozók húzzák a rövidebbet. Egyben arra is utalnék, hogy egy jó módszer lenne, hogyha olyan bankgaranciát vagy ajánlati biztosítékot kell benyújtson a végül az egész pályázatot megnyerő ajánlattevőnek, amiből ezek az alvállalkozói kifizetések majd később kifizethetőek. Mert akkor garantálható lenne, hogy ne alakuljon ki a körbetartozások ördögi köre. És szintén helyes, hogy ezt a hetes paragrafusban kikötik, hogy akkor is érvényes, ha a felek ettől nem, vagy eltérően állapodnak meg. Tehát ne felejtsék el, és nagyon kíváncsian várjuk, hogy ez a pont hogy valósul meg, de nagyon sok egyéb módosítás. Köszönöm szépen, képviselő úr. Két perces hozzászólásra Ipkovics György képviselő úr következik. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Azért kértem szót, mert megütötte a fülemet képviselőtársam elmondásában a kizárási okok, tehát kik nem vehetnek részt a közbeszerzési eljárásba. A mostani előterjesztés, de tegyük hozzá korábbi is, a kizáratak között emlegeti a végelszámolás, felszámolás alatt álló cégeket. Sajnos előfordul olyan dolog, hogy felszámolást rendelnek el bizonyos cégnél, a felszámoló viszont nem a cég megszüntetését, hanem reorganizációját tűzi ki célul. A cég működése közben próbálja eladhatóvá tenni a termelőegységet. Szombathelyen konkrétan van egy ilyen példa, amely egykori konfekciógyártó cég reorganizációját célozza, méghozzá eredményesen is úgy tűnik, hogy ahogy szokták mondani, kijön a felszámolásból. Most ebben az erőfeszítésben viszont igazán gátolja az az előírás az ilyen szervezeteket, ami viszont a piac egy részéről kitoltja őket, nevezetesen a közbeszerzési eljárásból. Tehát én azt ajánlanám a törvényhozó figyelmébe, hogy bizonyos feltételek mellett tegyük lehetővé a felszámolás alatt álló, de reorganizációt célul kitűző szervezetek közbeszerzési eljárási részvételét. Mert igazán furcsa dolog, hogy amikor mondjuk 800 vagy 1000 dolgozó munkahelye megtartása rendkívül fontos egy önkormányzatnak, vagy egy városi vezetőségnek, ugyanakkor nem adhat megrendelést ilyen erőfeszítéseket tevő cégnek, mert ugye közbeszerzési eljárásból ki van zárva maga a cég. Én annak a megfontolását javaslom a tisztelt törvényhozók felé, hogy bizonyos feltételekkel ne legyen kizárók a felszámolás alatt állás, hanem ilyen esetben pontosan tegyük lehetővé. Én tudom, hogy a felszámolás alatt álló cégek egy sikamlós terület, és számos hozzá, illetve visszaélés fordult már el velük tekintetbe, de ilyen példák is vannak, és hasznos lenne, ha ilyen segítséget tudnánk nyújtani. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, képviselő úr. Folytatjuk a rendes felszólalásokat. Varga Mihály képviselő úr, államtitkár úr következik. Parancsoljon, képviselő úr.
Köszönöm szépen. Az időt visszaállítani. Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát, mint az előző ciklus képviselője volt alkalmam részt venni ennek a korábban megszületett most hatályos törvénynek a vitájában, és annak mindenképpen örülök, hogy az eddig elhangzott felszólalásokban senki nem vonta kétségbe azt, hogy szükség volt egy új törvényre. Tehát azt gondolom, hogy legalább az a minimális összhang megvan a parlament különböző frakciói között, hogy a korábbi közbeszerzési törvény rossz volt, ezt módosítani kellett. Ez jó néhány olyan szabályt, jó néhány olyan problémát nem tudott orvosolni, amelyre itt a képviselő kollégák felhívták a figyelmet. Arról pedig már nem is beszélek, hogy ugye Magyarországgal szemben kötelezettségszegési eljárás indult ennek kapcsán, tehát szükség is volt arra, hogy ez bekövetkezzen, hiszen ha nem módosítjuk ezt a törvényt, akkor nyilván Magyarország uniós támogatásoktól eshet el, ez pedig nem érdeke az országnak. Azt gondolom, hogy itt érdemes néhány olyan pontra felhívni a figyelmet, amely az előző törvényben most hatályos szabályban nem szerepelt, amire korábban mindig felhívtuk a figyelmet, amire hivatkozva egyébként a módosítást nem fogadtuk el az előző parlamenti ciklusban, és amelyet most ez az új, megjegyzem, rövidebb jogszabály, jóval rövidebb jogszabály, amely egyfajta kerettörvényként szabályoz ezt a területet, mégis kiterjed. Engedjenek meg néhány ilyen pontot. Az egyik ilyen fölmerült kérdés, amelyre a korábbi hatályos szabályozás nem tartalmazott semmilyen pontot, az offshore hátterű gazdasági társaságok pályázaton való indulásának a kizárása volt. Ugye elmondtuk több alkalommal, hogy azoknál a vállalatoknál, cégeknél, ahol nem lehet biztosan tudni, hogy ki a tulajdonos, hogy milyen tulajdonosi háttér van, azokat a magyar közbeszerzési eljárásokhoz nem szabad hozzáférhetővé tenni. Ennek ellenére a hatályos jogszabályunk ezeket nem zárta ki, ezeknek lehetővé tette az indulást, és hát jó pár olyan közbeszerzés volt az elmúlt években, ahol bizony olyan cégek nyerték meg a pályázatot, amelyeknél aztán egy későbbi probléma kapcsán nem lehetett kideríteni, hogy kit is tartalmaz a cég a tulajdonosi összetételben. Most az új közbeszerzési törvény 56. szakasz első bekezdésének K pontja, valamint a 125. szakasz negyedik bekezdése tételesen felsorolja taxatíve azokat a jogszabályokat, ami alapján az offshore-okba irányuló költségelést, ezeknek a pályázaton való indulását, valamint ha ilyen előfordul, a szankcionálását meg lehet valósítani. Úgy gondolom, hogy ezzel egy jelentős előrelépést tettünk, hogy a korábbi most hatályos jogszabály jobbá váljon. A második ilyen kérdéskör a pótmunkának a kérdésköre. Ugye itt képviselők elmondták több alkalommal is, a mostani vitában is, hogy a szerződés módosítás lehetőségével több alkalommal éltek a közbeszerzési pályázaton indulók. Szinte már-már gyakorlattá vált, hogy a közbeszerzést csak egy formának tekintjük, egy keretnek tekintjük. Aztán mihelyt ezt valaki megnyerte, minden módon arra törekszik, hogy vagy pótmunkán keresztül, vagy pedig a tartalék keret bővítésén keresztül igyekezzen azokat a plusz költségeit elszámolni, amelyeket egyébként a pályázata nem tartalmazott. Az új közbeszerzési törvény itt is korlátokat állít fel, tehát a korábbi jogszabállyal szemben igenis vannak már korlátok az új törvényben. Többek között szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a 132. szakasz és a 125. szakasz 8-as bekezdése tartalmaz tételesen ilyen korlátokat. Többek között ugye tilos a szerződéses ellenérték 5%-ot meghaladó mértékű módosítása, ezt egyébként jogszabály szankcionálja is. A harmadik terület, amelyet hiányoltunk a hatályos jogszabályból, ez a közfoglalkoztatásnak a szempontként való érvényesítése, amelyet bár most is megtehet a hatályos közbeszerzési törvény, ilyenre nagyon ritka esetben került sor. Ezt bővíti most ki a most beterjesztett törvényjavaslat, a 71. szakasz 4-es bekezdésének a C pontja. A szempontok között ugye tételesen tartalmazza azt, hogy értékelhető a munkanélküli vagy tartósan munkanélküli rétegek foglalkoztatásának a közbeszerzés során megajánlott mértéket. Tehát lesz mód, lesz lehetőség arra, hogy a közbeszerzési jogszabályba belekerüljön ez a pont is, amit korábban hiányoltunk. Egy negyedik ilyen témakör, ez az alvállalkozók részére történő közvetlen kifizetés lehetőségének a biztosítása.
Ugye ez is egy régi vita, ez is egy régi történet, itt többen elmondtak valóban rémisztő példákat. Igen, a fővállalkozó, miután megnyerte a pályázatot, miután elvégezte, vagy éppen csak részben végezte el a munkát, ezek után nem volt hajlandó több esetben kifizetni olyan alvállalkozókat, akik effektíve, ténylegesen a konkrét munkát végezték el, és nem volt arra lehetőség, hogy a közbeszerzési jogszabály adott keretei között igenis közvetlenül lehessen alvállalkozókat abból az állami, önkormányzati vagy más tenderből kifizetni, amelyek egyébként a kereteket tartalmazták. Ugye klasszikus példák, hogy ilyenkor pénzvisszatartás következik be, a fővállalkozó nem jut hozzá a pénzéhez, a fővállalkozóval tart a vita, az alvállalkozó meg közben tönkre megy, és főleg magyar kis- és középvállalkozások sorát láttuk ebben a helyzetben. Itt a 131. szakaszban most tételesen megjelöljük azokat a lehetőséget, amelyek során az ajánlat kérő által közvetlen kifizetésben részesülhetnek alvállalkozók is. Tehát arra a viszmajor helyzetre, ami nagyon sokszor bekövetkezett az elmúlt években, lesz olyan lehetőség, aminek a kapcsán az alvállalkozók közvetlen kifizetés lehetőségével élhetnek. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, még két pontot szeretnék megemlíteni az új törvény szerintünk mindenképpen pontosabb és jobbá tett tételei közül. Egyik a kis településeknek a közbeszerzései. Ugye egész iparág, egész ágazat alakult ki arra, hogy azok a kis települések, amelyek nem rendelkeznek azzal a szükséges apparátussal, hogy közbeszerzési eljárás folytassanak le, hogyan lehet, vagy hogyan kell magánvállalkozások, a piaci szféra vállalkozásain keresztül ilyen közbeszerzéseket lebonyolítani. A hatályos szabályozás semmilyen olyan tételt nem tartalmazott, és nem tartalmaz most sem, amely a kis települések esetében ezt a, nyugodtan mondhatom, költségtétel növelő és drágító korlátot csökkentette volna. Most a 23. szakasz 4-es bekezdése alapján lesz lehetőség arra, hogy a kormány központosított közbeszerzés elvégzését rendelhesse el, és igen, meg vagyunk győződve arról, hogy ebben az esetben olcsóbbá lehet tenni ezeket a közbeszerzéseket. Nyilván itt az itt ülő polgármesterek vagy megyei közgyűlési képviselők tudnak számtalan olyan példát mondani, amikor a kistelepülések rosszul hajtották végre a közbeszerzési eljárást, és olyan mértékű drágulás történt a végére, amiből effektíve nem is lehetett ténylegesen már megvalósítani az adott közbeszerzést. Reményeink szerint a jövőben ezek az esetek elkerülhetők ezzel a jogszabálymódosítással. És végül, de nem utolsó sorban, amit az elmúlt években több alkalommal kifogásoltunk, a kormányzatnak, az előző kormányoknak az a gyakorlata, amikor bizonyos állami közbeszerzéseket indokolatlan módon nemzetbiztonsági közbeszerzések keretei közé helyezett el. Ugye ezek az elmúlt években szinte gombamód szaporodtak el, és exponenciálisan növekedett azoknak a száma, amelyet az előző kormányzat úgy ítélt meg, hogy mindenképpen valamilyen nemzetbiztonsági érdekkörbe tartozik. Itt tiszta helyzetet kell teremteni, világosan le kell határolni, hogy mely közbeszerzési eljárásokra vonatkozhatnak ilyen nemzetbiztonsági előírások. A magyar gyakorlat ebből a szempontból az uniós elveket, az uniós irányelveket fogja átvenni és tételesen felsorolni. Tehát a kormányzatnak is csak azokban az esetekben lesz lehetősége a nemzetbiztonsági közbeszerzések kereteinek az érvényesítésére, ahol ezek egyébként teljes mértékben az uniós jogkövetelményekkel esnek majd egybe. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, tehát azt szeretném csak mondani, hogy örülök annak, hogy senki nem mondta kétségbe, hogy szükség van egy új közbeszerzési jogszabályra, és ez igaz is. Örülök annak, hogy az itt elhangzott beszédek mind azt segítették elő, hogy ez a közbeszerzési jogszabály, amelyet a kormányzat beterjesztett, jobb legyen a korábbinál, és hát bízom abban, hogy a szükséges módosítások elfogadása után olyan kerettörvényt tudunk elfogadni, amely olcsóbbá teszi a közbeszerzéseket, a magyar adófizetők számára költségkímélőbbé teszi, és megvalósult, befejezett, elkészült közbeszerzéseket fog eredményezni a jövőben. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, képviselő úr. Göndör István képviselő úr következik rendes felszólalásra az MSZP képviselőcsoportból. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, mielőtt néhány hozzászólásra reagálnék, mert nem
akartam rohangálni kétpercesekhez. Hadd mondjak el két olyan gondolatot, ami már nem fért bele a vezérszónoki mondókámba, és ez részben összefügg majd Kovács Péter képviselő úr észrevételével is. Az egyik ilyen az irreálisan alacsony ár kérdése. És megerősítem azt, amit Varga Mihály államtitkár úr mondott, hogy valójában szerintem az, hogy az időt arra fecséreljük most, hogy azt mondjuk el, hogy mi a pozitív, inkább az, hogy hol látunk még veszélyt és mit kéne kiavítani. Ilyen az irreálisan alacsony ár kérdésének rendezése. Azt gondolom, hogy nem szerencsés, amikor azt mondja ki a törvény, hogy az adott pályázatra még ajánlatot tévők fedjék föl a saját számítási metódusukat, és ennek alapján bizonyítsák be, hogy az, aki esetleg nyert, az irreálisan alacsony árat határozott meg. Azt gondolom, hogy itt vannak belső ellentmondások is a törvényjavaslatban, mert ugyan más helyen azt mondja, hogy ezeket üzleti titoknak nyilváníthatja egy ajánlattévő, de itt viszont egy másik oldalról az ajánlatkérő erre őket kérheti. A következő, amit csak óvatosan jegyzek meg, az a paragrafus, ahol azt mondja, hogy kizárható, akinek nem kell nemzeti elbánást biztosítani. Nem akarok ezzel többet foglalkozni, hiszem, hogy akik értik a törvényt vagy olvasnák, tudják, ezt is végig kéne gondolni, hogy ennek esetleg egy más megfogalmazását alkalmazzuk. És akkor most hadd térjek vissza arra, amit Kovács Péter mondott. Én a vezérszónoklatomban azt javasoltam, hogy, és azért érzem a dolgot kritikusnak, mert a felbontás előtt nem lehet tudni, hogy azok, mindegy, hogy 3 vagy 5 ajánlat érkezett, hogy ez a pályázat eredményes és érvényes lesz. Tehát ad abszurdum, az 5 beérkezettből 1 sem jó. De az ajánlat kérőt előbb köteleztük a kártyáinak a bemutatására, mint a másik megtörtént. Tehát lehet, hogy itt elég annyi, hogy azt mondjuk, hogy tegye letét be, amennyiben ott érvényes, akkor az övé is itt van. Tehát már menet közben ne változtathasson ezzel, egyetértek, tehát ebben nincs köztünk vita, csupán az a problémám, hogy nem kéne. Tehát miután lehet vélelmezhető, hogy lesz második forduló, előtte ne kényszerítsük arra, hogy neki ki kelljen a kártyáit játszani. A másik, amivel Nagy István képviselő úrral vitatkoznék, ő is és sokan mások pozitívnak említették az alvállalkozói kérdést, hogy a 25%-nál nagyobb. Én most is azt állítom, és kérem önöket, hogy gondolják még egyszer végig, hogy az, aki 25%-nyi arányjal részt vesz egy közbeszerzésbe, és őt közös ajánlattévőnek tekintik, de egyetemleges felelőssége van a teljesítésbe, nem a saját részébe. Tehát lehet, hogy itt is csak egy jelző kell, hogy a saját részére önállóan is felelős, de ha az egészre, akkor az, aki a negyedre pályázott, az inkább nem pályázik. Mert nem mer beszállni. Tehát nincs mögötte akkora anyagi fedezet, ezt nem akarom ragozni, hát mindenki tudja, hogy a magyar kis- és középvállalkozásoknak pont az a legnagyobb problémája, hogy tőkehiányban szenvednek, tehát nem hiszem, hogy ezt be tudnák vállalni. Én szeretném az önök figyelmébe ajánlani, ha valakik a most hatályos nézik, én most is azt gondolom, hogy a részekre bontása a nagy projekteknek, amivel a helyi önkormányzatok élhettek volna, de nagyon sok helyen nem éltek, a részekre bontás az, ami igazán lehetőséget teremt a kis- és középvállalkozások számára, mert ha valamit részekre szedtek, villanyszerelés, víz, gáz, nem akarok konkrét példát többet, akkor egy munkára vállalkozik, 100%-ban vállalkozik, azért felelősséget is vállal, és még garanciális kötelezettségeket is tud vállalni. A Szolár Tibor képviselő úrnak mondanám, én azt ajánlottam föl a vezérszónoklatomba, hogy próbáljuk meg, üssük föl néhány helyen a törvényjavaslatot. Mielőtt lejöttem a pulpitusra, én 2 helyen ütöttem föl,
mind a kettőn, az egyikben 4 visszahivatkozás, tehát nem úgy, hogy 4 párhuzamos, hanem visszahivatkozik valahova, az megint hivatkozik egy másik helyre, és közben még a kormányrendeleti kötelezettség is megjelenik. Tehát 4-szeres van. Egy másiknál ugyanilyen véletlenszerűen 3-szoros visszahivatkozás. Tehát van benne jócskán kiküszöbölt, sokat kiküszöböl, mert a szerkesztésből fakadóan van, de nem teljes. Tehát az, amit Fónagy államtitkár úr az elején hangsúlyozott, hogy az elvek, az alapelvek és az azokhoz való ragaszkodás, azt gondolom, hogy az lenne számomra az igazi jogállam, amikor azt mondják, hogy csak egy olyan kicsi törvény kell, és azt mondjuk, aki azokat nem tartja be, az nem tisztességesen focizik a pályán, és ezek után kizárható. A pótmunkák kapcsán, és itt összekapcsolok több dolgot. Még az alvállalkozói dolognál szeretném Varga Mihály képű államtitkár úr figyelmét is fölhívni, hogy az a megoldás, amit ön javasolt, és a törvényjavaslatban, ami szerepel, a csődeljárási törvénnyel mindenképpen összhangba kell hozni. Bízom be, hogy majd a jegyzőkönyvből elolvassa államtitkár úr. Nem lehet tudni az adott pályát. Arról bátorkodtam beszélni, hogy államtitkár úr azt mondta, hogy az alvállalkozók kifizetése az mennyire pozitív. Egyetértek, csak egy másik helyen azt is megfogalmazza, hogy amennyiben fővállalkozó csőd felszámolás alá kerül, ez nem része, ez pedig csődbüntet udvarias fogalmazással. Tehát valahol az áru rendelkezések között meg kellene teremteni annak az összhangját, hogyha az alvállalkozót megillető rész az nem szerepel a fővállalkozó dokumentumaiba, és nem szerepelhet ott, mint várományi bevétel, akkor ezzel elvontak valamilyen, nem tudni mekkora összeget. No, tehát, hogy ismertnek kell lenni. Én alig egy héttel ezelőtt azonnali kérdést tettem föl pont Fónagy államtitkár úrnak, ahol ugyanaz a cég, akit Lenhardt Balázs szóba hozott, egy nem tiszta tulajdonosi háttérrel, nem első helyről, de nyert, és nem pótmunkákat, én próbálom olyan szépen visszaidézni, ahogy államtitkár úr mondta, hogy a magasabb minőségi szintet, szabványokat és a többi, tehát tulajdonképpen, ha valaki nyert, és ezért nagyon érdekes az a paragrafus, amire Varga Mihály hivatkozott, ha ez a paragrafus ez ebből származott, hogy a kormány önmagára nézve is korlátozásokat fogad el. Igaz, hogy előtte megtette, hogy 25 milliárd forinttal megemeli a szerződéses összeget, habár van bennem némi kételj, mert ha ez a törvényjavaslat 21-én hatályba lép, és erre a passzusra is vonatkozik, akkor nem tudom, hogy ezt a szerződést meg lehet-e majd kötni. Mert ez bizony az 5%-ot messze meghaladó szerződéses összegmódosítás. Köszönöm szépen a szót, elnök úr! Köszönöm szépen, képviselő úr! 2 perces hozzászólásra Ipkovics György képviselő úr, 2 szót, parancsoljon, képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Göndör képviselő társamnak a felszólalásának a részéhez csatlakoznánk, amely a fedezet felfedésének módját, idejét, egyebeket taglalta. Én magam is úgy látom, hogy az ajánlat kérőknek egy részének az igazi hátránya az, hogy ők pontosan tudni lehet, hogy mennyi van a zsebébe. Tehát ő úgy megy ki a piacra, hogy kirakja, hogy 62-40 fillér van a zsebembe, tessék mondani, az mennyibe kerül, és ugye ilyenkor ki szokott derülni, hogy 62-40 fillérbe. Tehát amennyibe lehet, adjuk meg neki azt az előnyt, hogy ő is a piac szereplője rendesen legyen. Követeljük meg a forrás biztosítását, garantáltassuk is, hogy ez mekkora, de mégse fedjük fel az üzlet megkötése előtt. Mondjuk ez egy pár ajánlatkérőnél nem is nagyon lehetséges, mert ugye, hogyha
mondjuk egy önkormányzat elfogad egy beruházási programot, meg mindenki tudja, hogy mennyit nyert egy pályázaton, meg körülbelül hogy tették össze a pályázati kiírást, ott szinte lehetetlen ilyen jellegű lefedése a dolgoknak. De ha van rá lehetőség, én is azt pártolnám, hogy tegye lehetővé ez a szabályozás, hogy megköveteljük a fedezetet, ennek megjelölését is követeljük meg, csak a felfedés idejét tegyük az üzletkötést követő időszakra. Hozzuk piaci helyzetbe az ajánlatkérőt, ez az én kérésem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most rendes felszólalásra Apáti István képviselő úr következik a Jobbik képviselőcsoportból. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, mint egy szeretném kiegészíteni a vezérszónoki felszólalásomat, és a kevésbé lényeges elemektől haladnék a lényegesebbek felé, hiszen szilárd meggyőződésem, hogy ugyanolyan szavak ismételgetésével, mantrázással, belemagyarázással, belebeszéléssel nem lehet jó közbeszerzési törvényt alkotni, hanem csak akkor sikerülhet ez, hogyha felfedjük a hibákat és próbálunk rájuk megoldást is ajánlani. Rögtön kezdném a dokumentáció ellenértéke tárgykörével, ez talán kevésbé tűnik izgalmasnak, ugyanakkor az ajánlatkérők számára már régóta problémát okoz, hogy milyen mértékű dokumentációs díjat merjenek egyáltalán kérni, és milyen költségeket jeleníthessenek meg. Régóta vallom azt az elképzelést, hogy itt a dokumentáció előállításával kapcsolatos tanácsadói szakértői költségeknek részben vagy egészben meg kellene jelenni, hiszen rendkívül hátrányos az ajánlatkérők, különösen az önkormányzat ajánlatkérők számára az a megoldás, mely szerint csak a fizikai előállítással, a nyersanyagokkal, a sokszorosítással, fénymásolással kapcsolatos költségeket érvényesíthetik, hiszen jó tudjuk egy dokumentáció előállításában a különböző tanácsadóknak kifizetett munkadíj vagy megbízási díj nagyon jelentős mértékű, ennek tehát célszerű lenne a lehetőségét megteremteni, mely szerint a dokumentációs díjban, nyilván a dokumentációs díjak jóval drágábbak lennének így, engednénk az ajánlatkérők számára azt a megoldást, mely szerint a tanácsadói költséget is beleszámolhassák. Ellenőrzési, hirdetményellenőrzési díjak témaköre. Ezt érintettük már a tavaly nyári átfogó KBT módosítás kapcsán is, és akkor nagy örömre szolgált, hogy jobbikos javaslatot fogadtak el, mely szerint a külön jogszabályban meghatározott kedvezményezett kistérségekben található 10 000 lélekszámnál kevesebb lakosú települések esetében az ellenőrzési díj alól 50%-os kedvezmény illette meg az önkormányzatokat, önkormányzati költségvetési szerveket és önkormányzati társulásokat. Ugyanakkor döbbenten tapasztaltam, hogy az új törvényjavaslatból kimaradt ez a megfogalmazás, ezért módosító javaslat formájában szeretnénk ezt visszaemelni, és természetesen nem csak az uniós, hanem a nemzeti eljárási rendben is megjeleníteni. Többször elhangzott itt az anyagi fedezet. Az anyagi fedezet kérdésköre, mely szerint a bontás előtt az ajánlatkérőnek fel kellene fedni a lapjait, és el kell mondani, hogy milyen anyagi fedezet áll a rendelkezésére. Én jó szívvel csak azt tudom ajánlani, amit magam is alkalmaztam annak idején több alkalommal, mely szerint ez célszerűbb megtenni talán már az ajánlati felhívás egyéb információk részében, ugyanis a saját tapasztalataim az Ipkovics képviselőtársam ellentétben pont abban az irányban mutattam, hogy egyáltalán nem gyengíti a versenyt, és nem jelent problémát az, hogyha az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet felső határát megjelöljük, mely olyan megfogalmazásban is szerepelt, hogy az ezt meghaladó mérték ajánlatokat érvénytelenek tekinti az ajánlatkérő. Ezek kivételnők minden esetben átmentek a hirdetményellenőrzés próbáján, és ráadásul nagyban elősegítették az anyagi fedezetre való tekintettel azt, hogy a szükséges direkt költségvetési forrásból vagy uniós hazai forrásból rendelkezésre álló kereten belül maradjon az összes ajánlat. Aki pedig természetesen nem tudott ennek megfelelni, aki ennél drágábbat adott, az már el sem indult, az nem vásárolta meg a dokumentációt sem, így nem vérjük felesleges költségbe az ajánlattevőket sem. Hát hogyha mindez csak a bontás előtt kell, a bontás megkezdés előtt közvetlenül kell egy ajánlat kérőnek nyilvánosságra hozni, akkor az azt jelenti, hogy addig zsákban macskát árult, és adott esetben az ajánlattevők többsége számára akkor derül ki, hogyha ők ezt előbb tudták volna, akkor el sem indulnak a pályázaton, vagy a közbeszerzés eljárásban, tehát sokkal korrektebb lenne ennek a lehetőséget már a felhívásban, akár kötelező jelleggel is előírni. Ugyanakkor értjük mi, és egyetértünk azzal, hogy a mikro, kis és középvállalkozókat kell helyzetbe hozni. Természetesen egyetértünk a versenytisztaságával, a nyilvánosság szempontjainak erősítésével, a közpénzek észszerű, tiszta és hatékony felhasználásával. Hát nincs ember az országban, és nincs képviselő ebben a házban, aki ezekkel nem értene egyet. Csak hát az a helyzet, hogy sok esetben ezzel ellenkező tartalom jelenik meg a normaszövegben. És hát azért a ló másik oldalára se kellene átesni, hiszen az a nemzeti eljárási